Sziasztok, Albino vagyok, és ez itt egy újabb játékbemutató, amiből valószínűleg sorozat is lesz, és ez egy újabb gazdasági szimulátor. Hasonló, mint amint nemrég mutattam be Mad Games Tycoon, illetve régebben mutattam Game Dev Tycoon. Ennek a címe Software INC. Ez is egy játékkészítő játék, tehát itt is a videójáték készítés, illetve a számítástechnikai, illetve ez már, ugye látjátok, szoftver INC, itt már nem csak játékokat, itt már szoftvereket is lehet majd gyártani. Az 1980-as évektől kezdődően belemerülhetünk a ugye a számítástechnikai dolgokba, de most nem is húzom az időt, csináltam már egy játékot, itt vannak ezek a, mondom, azok az épületeim, de most kezdjünk egy új játékot. Hát igen, itt egy kicsit egyszerűbbek a dolgok, itt az emberünk, itt lehet nevet adni neki. Ő lesz Albino. Ugye, fiú vagy lány, haj, a színek, mint tudom én, mindenféle hülyeséget lehet, mindegy lesz, most zöld, tök mindegy. Akkor itt lehet a cégünknek nevet adni, ami most Albicorp lesz. Itt lehet beállítani az emberünknek a fő tulajdonságát, optimista, flörtölő, naív, nem tudom a többi az mi. Hát nekünk jó lesz ilyen goofy, ez ilyen vidám, azt hiszem. Vannak a skill-ek. Ugye van vezetői skill, programozói, designer, artist, ez... Hát ez nem tudom pontosan mi. Ez valami... a hibajavító, nem tudom már, hogy mondják, a mindegy. Artista, nem? Meg marketeer. Itt vannak a specializációk, hogy mikre lehet, design, design, ugye az a design, a kód ez a programozás, az art az meg ugye a végkifejlet, és itt lehet választani, mire legyünk specializálva a három fő tulajdonság közül, de nekünk jó, hogy most a 2D. Akkor ugye itt lehet szenáriót választani, free to play vagy competition, az nem tudom mi, free to play-be játszom. Starting money, ugye itt van 10.000 dollár, ez a minimum 5.000, a maximum 500.000, de ez attól is függ, hogy milyen a difficulty. Hardon, azt hiszem, nem, nincs itt külön ilyen opció, és itt, hogyha átváltunk, itt már 2020-tól kezdődően 1 milliárd dollárunk van. És tök mindegy, mit választunk. Na mindegy, visszamegyünk free-to-play-be, és lehet választani 80-as évek, 90-es, 2000-es, 2010-es évek, de kezdjük a legelejétől. És én úgy már próbálgattam, és így 20.000-et állítottam alapnak. Lehet választani pályát, hát mondjuk nem nagy változatosság van köztük, de lehet, van erdő, city, desert, meg tundra. Megyünk a citybe, és mondjuk normál fokozaton, illetve médiumon, itt lehet beállítani, hogy egy hónap hány napból álljon, egy a minimum, és 8 a maximum. Én kipróbáltam egyszer 8-on, úgy nagyon lassan megy. Próbáltam 2-n, úgy már ez egy gyorsabb, de én most 4-en fogok játszani. És végül is nagyjából ennyi. Itt, hogyha elkezdünk valamilyen skillt húzni, ugye a többi az csökken, úgyhogy inkább maradok így nagyjából közép szinten, mert majd úgy is lehet váltakozni. Na, akkor indítsuk el a játékot, név megvan, cégnév megvan, többi ez ennyire nem érdekes kinézet, és akkor indítsuk el a játékot. Igen, be is töltötte nekünk, ó, és megállítjuk az időt, elindultunk az 1980-as év januárjától, de mindjárt második nap, nem tudom miért, és íme itt a mi telephelyünk, egy ilyen kis városkában egyenlőre, a WASD-vel tudjátok mozgatni a kamerát jobbra-balra, de van erre más is. Az egérgörgővel tudtok közelíteni, távolítani. Ha nyomva tartjátok az egérgörgöt, föl le tudjátok még így forgatni esetleg, jobbra-balra föl le, és végül is nagyjából ennyi, klikkelgetéssel majd a többi dolgok. Na nézzük, akkor ugye itt van fönn a kezdő pénzünk, ez itt a, gondolom, a havi kiadásunk, ez itt az idő, itt vannak a napok, dátum, itt vannak a kedvelőink. Itt az idő, itt lehet állítani az időt, nullával, hát a billentyűkkel is lehet nullával. Pauzáljuk egyessel, egyes fokozat, kettes, kettes, hármas, hármas, és elvileg négyessel lehet skippelni, bár most itt még ezt nem lehet. Na hát akkor nézzük meg, ugye kezdjük mindjárt ezzel, hogy itt van a build mód. Ugye itt nincs semmink,
Nem úgy, mint a másik játékokból, hogy kezdünk mindegy garázsba, és akkor elkezdjük a dolgokat. Ez volt a Game Dev Tycoon, azt hiszem a Mad Games Tycoonban, ugye ott azért meg kell csinálni az irodát, meg ilyesmit. Itt nincs semmi, itt meg kell csinálni a dolgokat nekünk. Hát igen, van egy csomó lehetőségünk. Szóval kezdik, először is meg kell csinálnunk magát az épület alapját, amit én most csak egy ilyen 4x4-es kis épülettel kezdek, és ott a, látjátok, ott van, hogy mennyibe kerül. Nagyon, az elején nagyon kell gazdálkodni a pénzzel, mert hamar elfogy, és nem biztos, hogy sikeresek leszünk még az elején, úgyhogy elég egy nagyon pici kis iroda. Na ugye erre kell nekünk egy ajtó. Hát csinálunk egy ilyen kis egyszerű ajtót, így. Ja igen, ezt most kitörlöm. Nem törlöm ki. Mindegy, láttátok, ott van, volt egy kis felkiáltója, hogyha valami nem fekszik úgy a játékban, hogy megfelelő legyen az emberünknek, akkor jelezni fog egy ilyen kis piros keretben egy felkiáltó jele, hogy valami nem jó. Na jó, mindegy, rakunk egyelőre akkor mondjuk ide egy ablakot, meg ide, most más nem is kell. Akkor ugye itt vannak még liftek, ajtók, ablakok, falak. Itt vannak a következők, a beltéri berendezés. Ugye itt vannak az irodai cuccok, asztalok, székek, számítógép, telefon, ilyesmi. Vannak recepciós dolgok, ugye ezek ilyen kanapék, recepciós asztal. Ugye itt vannak a hőmérsékleti dolgok, ugye a fűtés, hűtés, mert ugye kell a idegre, melegre gondolni, kell hűtés is, fűtés is. A fény dolgok, a szükségletek, ugye kaja, instant kávé, rendes kávé, espresszó, meg WC. Dekorációk közül nem sok van, ugye, és végül szerverek. Na, de kezdjük akkor egy office dologgal. Hát, nem tudom, ez 90 dolcsi, ez meg 160. Nekünk jó lesz egyelőre egy ilyen. Ide berakunk egyet. Hát végül is több nem is kell. Berakunk egy széket, berakunk egy számítógépet, és már itt is van, hogy kell neki valami, ami fűti, illetve hűti az emberünket. Egy fűtést már rakunk is, de ez még nem elég, úgyhogy rakunk be ide egy ventilátort, így már el is tűnt. Kell még nekünk fény. Ezt ide hátra berakjuk, és ennyi elég is. Szerintem kezdetnek elég is ennyi irodának, illetve dekorációnak berakunk ide egy faliórát, hogy az emberünk lássa az időt, akkor rakunk ide ebbe a sarokba egy növényt, illetve ide hátra a falra egy képet. És rákattintotok a magára az épületre, akkor itt láthatjuk a szükségleteket, a fényt, a különböző kényelmi elemeket, a hangot, illetve a hőmérsékletet. Egyelőre még ez kevés, de szerintem jó lesz majd, ahogy beindul. Na, akkor itt vannak még utak, parkolók, ugye ezeket lehet itt rakni, majd később, ez még nem olyan lényeges, itt pedig le lehet klónozni az egész épületet, úgy, ahogy van, és tovább rakni. Na, de nekünk most itt nem lényeges. Ugye ezek az ikonok itt mellette, ez nem tudom pontosan mi. Itt lehet, ugye látjátok a négyzetrácsokat, itt lehet felezni, itt lehet duplázni, mégis ennyi a max. Ezzel valami dőlésszögeket lehet állítani, ezzel meg kireszetelni, az alapra visszaállítani. Na, itt vannak ezek a kibekapcsolhatós elemek, ez az egyik a fal, a másik az adatok, itt van, hogy miket mutasson. Mindenfélét mutat. Nem tudom, hogy konkrétan mi a jelentősége, ezt kikapcsoljuk. A következő az a lámpák, meg az ilyesmik. Ez mutatja, hogy egy szobához, vagy egy bizonyos teremhez, hogyha majd nagyobb, ugye már nagyobb lesz a cégünk, akkor hozzá lehet rendelni bizonyos munkafolyamatokat, illetve munkacsoportokat. Tehát például, hogyha lesz egy játékgyártó részleg, akkor ki lehet választani, hogy ez a szoba,
Jobb klikkel rámentek, itt is van egy csomó minden, ezt is megmutatom, és itt beállítjátok, hogy ez az alap, a Core Team egyelőre az, beállítjátok, oké, okay, és itt meg is változtatja, hogy ez csak a Core Team használhatja ezt a szobát. Ez pedig a szervereknek az összeköttetését jelzi, de hát ez még nincs most egyelőre, nem is kell. Na, tehát akkor itt ki is veséztük ezt a részt, ezzel meg is vagyunk egyelőre, hagyjuk így. Akkor nézzük, mik vannak itt. Itt mutatja, hogy ez a szoba éppen kié, kik találhatók benne. Ilyesmi információk. Itt lehet, na kezdjük meg akkor ezt a részt, ez itt a development. Itt lehet ugye új projektet indítani. Mik van lehetőségek? Operációs rendszer, vizuális eszköz, audio eszköz, játékmotor és játék. Ezeket lehet készíteni. Itt lehet nevet adni, ugye, itt, ha rámentek ide a névre, akkor random adja a dolgokat. Itt lehet választani, hogy mire csinálunk. Egyelőre komputer van és tévé, komputer van és konzol. Itt az árat lehet, itt, hogyha már van egy bizonyos. Csináltunk már, tehát most egy most vegyük az operációs rendszert, csináltunk már egyet, akkor annak az kódja alapján csinálhatunk egy folytatást például, tehát mondjuk tegyük fel a Windows 7-ünk megvan, csak egy most csak egy példaként, és akkor erre csináltunk egy Windows 8-at ennek alapján, és akkor nagyjából a beállítások ugyanazok lesznek. Itt a szerver, hogyha van, hozzá tudjuk adni, itt lehet beállítani különböző dolgokat, amiket tudunk hozzárakni mindenféle dolgot, mondjuk inkább nézek valami mást, vizuális eszköz, itt ugye ez a baj, hogy nincs magyarul a játék, úgyhogy én is próbálom valamennyire fordítgatni, amennyire tudom, szóval mondjuk itt a vizuál túlzna ugyanaz, hogyha van, akkor ki lehet választani, nevet adni, akármit, kategóriát, hát ez most egyelőre csak ez van, és ennyi. Itt lehet operációs rendszert, meg kell nézni, hogy a piacon jelenleg melyik a legjobb operációs rendszer. Itt van egy csomó minden, itt a neve, itt a típusa. Kategória, hogy milyen típusra adják ki, például a computer konzol. Itt van a cég, aki éppen gyártja, ezt most visszapúzzuk, itt a kiadás dátuma. Itt a minősítése, hogy milyen jó, nem olyan jó, rossz, ilyesmi, ez nem tudom mi. Ez az aktív felhasználók része, ez a marketing, hogy folyamatban van-e vagy nincs. Itt a kiadásnak az ára, hogy mennyibe kerül maga a program. Itt van a licensz, hogyha valamelyiket kibéreljük, hogyha mennyiért bérelhetjük ki ezt az engine-t például, vagy ezt az operációs rendszer. Itt van, hogy mennyit hozott eddig a cégnek, amióta kiadták. Az eladott darabszám, és ez a kettő az úgy pontosan nem tudom mi. Na mindegy, erre is majd később térünk vissza. És akkor itt vannak az adatok. Itt van, hogy mennyi idő alatt készülhet el így. Hogyha egy emberünk van például, ez kevesebb, mint egy év. Itt van, hogy mennyi artist szükséges hozzá, mennyi, ez nem tudom, hogy mennyi munkaerő kell hozzá. Egyéb adatok, ezeket nem tudom pontosan mik. Itt van, hogy hány ember kell hozzá, ez a lényeg. És ez meg, hogy talán milyen lehet a minősége. De hogyha ezt bekapcsoljuk, ugye ez már az, hogy jobb legyen a minősége, fixálják a bugokat, stb. Ezt érdemes mindig bekapcsolni. Itt már mindjárt lejjebb mentenek a dolgok, így mondjuk a stabilitás az följebb ment. Ez nem tudom mi, pontosan tényleg, a többit nem tudom, de itt már azt írja, hogy két ember szükséges hozzá, hogy jó legyen tényleg a szoftverünk. Na. Szóval ez pedig itt a kiadott mellette lévő sikon, ez a mi kiadott cuccaink, ezek itt az idény munkák, úgymond, különböző munkák, amiket el lehet vállalni kis pénzért, időre, úgy, mint a többi játékban is volt ilyen. Ezek pedig a szervereink, hogyha vannak. Na, a következő rész, a HR rész, itt lehet az emberünket, ez itt ugye itt lehet menedzselni őket. Ugye most csak egy ember van, itt vannak a skill-ek, designban, 2D-ben, systemben, audióban milyen, kódolásban, az programozásban, artban milyen, és itt lehet állítani különböző dolgokat. Például itt lehet csapatot választani, illetve hogyha valakit felveszünk és rossz csapatba rakjuk bele, akkor át lehet rakni ide.
Itt ki lehet választani az összeset, ha van több emberünk. Itt meg lehet változtatni egy embernek a munka folyamatát, tehát most mindent csinál. Lehet automatikusan váltson, lehet vezető, ugye programozó, designer, kiadó lehet ez az artista, és marketeer. Educate, na ez a lényeg most itt az elején nekünk. Itt lehet beállítani, hogy milyen edukációra, vagyis milyen tanfolyamra járjon az emberünk. Lehet vezetői tanfolyam, designer, marketer, programmer, artist. És ezen belül például a designeren belül is lehet választani a különböző dolgokat, hogy mit akarunk fejleszteni, beletállítani, hogy mennyi időre menjen, ugye növekszik akkor a kosztja, de viszont a teljesítmény vagy a skill is sokkal többet kap. És itt vannak külön ilyen project manager és HR manager részek, ezeket majd később. Itt ki lehet rúgni, itt meg az adatai külön, hogyha rámegyünk, itt ugyanazokat, amiket az elején láttunk. Ugye nagyon picit a lead, a vezetői képesség egy nagyon picit magasabb. Itt van minden. Profilkép, ez nem tudom mi. Itt meg a tulajdonságai, ezt sem tudom mi, a vezetői képesség, ezt sem tudom, ezt sem tudom. Na, akkor ez is megvan. Következőnél tudunk felvenni embert, ki tudjuk választani, milyen posztra akarunk, programozóra, azon belül melyik programozó, mondjuk system, mennyi költséget, vagy mennyi legyen a fizetése, és mi, ezt gondolom ez is, hogy minőségben milyen legyen, skilleket, minél jobb skilljei legyen, specializációja is minél jobb legyen, és a tulajdonságait is mindent be kell kapcsolni, hogy mindent lássunk, így viszont megnő a költség, ugye egyszer ez a fizetése, ez pedig amiért keressük, tehát így kapásból 12 ezer, így sütj, elmegy a lecsóba. És ugye itt lehet választani vezetőt, mindent, ugyanúgy. Na, következő, amikor már van több csapatunk, ugye most csak egy core team van, itt lehet különböző tímet, mondjuk mondjuk csinálok már eleve egy marketing részleget, ugye itt most nincs senki, itt be lehet állítani a munkaidőt, mettől meddig dolgozzanak, itt lehet mínuszba, hogy mikor kezdjenek, mettől meddig, 8-tól, én úgy szoktam, általában 8-tól, na, haj, már nem látszik rendesen, 8-tól 6-ig, no. 8-tól 6-ig. Na, ugye itt a végén van egy a vakáció rész, hogy mikor menjenek vakációra. Hát mondjuk ez most itt július, akkor menjenek mind a kettő. Itt is beállítjuk be, még nincsen menedzserünk, nem menedzserünk, hanem marketingesünk. Akció, hát itt nem tudom, mit lehet akciózni, itt a nevét lehet átírni, a automatizáció. Itt be lehet állítani, hogy mit csináljon, magától, mettől, meddig csinálja, hány emberrel, mennyi legyen a büdzsé. És ez nem tudom, mi a másik. Na, itt alul lehet ilyen alkalmi munkásokat felvenni. Lehet napi rendszerességre, azaz havi, ott van, 1500-ért, 1000-ért, 2500-ért, ez... Na, szóval az első az a, azt hiszem a testőr, vagy nem is testőr, hanem éjjeli őr. Hát én éjjel szoktam használni, amikor már úgy kell. Ő a takarító, ő a számítógépekért felelős ilyen IT ember, aki a gépeket karban tartja, ő pedig recepciós, ennyi. Őket így havi, hogyha egyszer ezt rámegyünk, akkor felveszi az emberünk, és akkor minden nap, bizonyos időben, ahol itt beállítjuk, jönnek. Itt pedig egyszeri hívásra jönnek, itt van 50 per óráért, 100 per óra, 100 per óra. Jó. Következő az a finész, ez egy ilyen, ez itt, hogyha van pénzünk, akkor ezt így el tudjuk rakni a bankba, ki tudunk venni a bankból, ez ilyen megszorulás esetén, ezek itt a, ezek is valami kiadások, ezeket így nem is szoktam nézegetni, ezzel itt pedig tudunk felvenni hiteleket, be tudjuk állítani a 100 000 maximum, és hány hónapra szeretnénk, úgy tehát kevesebb, na, ja, most nem is lehet, de és úgy keves, így magasabb egy kicsit a, ugye a, mennyit kell visszafizetni, itt még csak 101 ezret kell, hogyha egy hónap alatt visszafizetjük, de hát mondjuk nem azért veszük fel, hogy egy hónap alatt visszafizessük, ha két évre veszük fel, azaz két 24 hónapra, akkor majdnem másfélszeresét kell visszafizetnünk. Akkor a következők, itt van az összes szoftver, ami a piacon van, az összes kiadótól, ki lehet választani, mit akarunk megnézni.
melyik kiadótól szeretnénk megnézni. Itt is minden, ahol, amit az előbb már mutattam. Itt a saját. Ja nem. Itt az összes kiadó. A jövedelmük, a fan klubjuk, a létrejöttüknek a dátuma, mennyi cuccot adtak eddig ki, a többit meg nem tudom igazából. Itt híreket olvashatunk, általában amikor kiadunk egy játékot, itt megjelenik valami. Ha nagyon jó, hát általában itt csak egy kis szöveges rész van, de hogyha nagyon jó, akkor itt van esetleg valami újságcikkszerűség is megjelenik, és időnként, nem tudom, hogy évente vagy fél évente toplistákat is szoktak kirakni, top 5-ös dolgokból, amik például, mit tudom én, most csinálunk egy audio szoftvert, vagy mi az, Visual Tool-t, vagy audio Tool-t, akkor, hogyha benn vagyunk a toplistán, akkor ott megmutatja, de azt hiszem, hogyha nem vagyunk benne, akkor is. Jó, akkor ezek. Hát ezek se tudom itt konkrétan mik. Ezek valami boltok, meg lehet venni őket. Úgy nézem, de ezekkel sem foglalkoztam még igazán. Úgyhogy ezt most nem tudom, itt meg valami... Jaj, szerintem itt lehet választani, hogy... Mondom, ez is kis ilyen... Ezés munkák. Hú, most írtam, akartam mondani, volt a Game Dev Tycoon-ban is. Ugye szerződéses munkák, végülis ezek a szerződéses munkák igazából, de ez is valami olyasmilyen szerződéseket lehet kötni. Mondom, ki lehet választani, és akkor valamit üzletet lehet vele kötni. És akkor végül a közelgő kiadások. Aha, milyen neve, mi a kategóriája, milyen fajta, melyik cég adja ki, és mikorra várható. Na, nagyjából ennyi. És akkor szerintem kezdjük el a játékot, méghozzá úgy, hogy van ez az ember. Ennek mindjárt az elején egy programozói system, nem audio tanfolyamra el is küldöm, és ez mondjuk 1800, de viszont akkor jobb lesz az audio dolga. Na, de viszont akkor indítsuk el az időt. Hát olyan nagyon nagy hang nincs, hát igen, ennyi a munkája, most tanul. Elvileg egy hónap a tanfolyam, ha minden igaz. Ugye itt, hogyha lemegy a 4 nap, akkor telik az egy hónap, és addig ő tanul, és addig nem is tudunk mit csinálni vele. Elvileg ilyen munkát se tudunk csinálni, de azért csináltam ezt, hogy legyen kezdőpénz. Ja igen, és hogyha nincs semmi... nincs semmi... dolga az emberünknek, akkor, illetve nincs semmi beállítva, hogy jöjjön takarító, mert látjátok időnként, ugye vannak foltok, jönnek a, ahogy telnek az évek, hónapok, összekoszoljuk az irodát, és kell hívni takarítót. Na de hogyha nincs semmi dolga senkinek, akkor 6-tól 7-8 vagy valahogy így, ez kipörlik az idő. Na de viszont szerintem most már vége a tanfolyamnak, majd mindjárt kiderül, akkor csinálunk valami kontraktos munkát. Itt tudjátok megnézni, meg is állítom teljesen az időt, itt tudjátok megnézni, hogy melyik gyártó adta. Ez, nem tudom, ez a projekt, hogy milyen kicsi vagy nagy, nem tudom ez pontosan mi. Ennyi ember kell ezt a munkát elvégezni. Mennyi idő van rá, mennyi hibajavító kell, vagy kiadó, vagy nem tudom mi, milyen legyen a minősége. Ez a pénz, ez nem tudom, ennyi a kezdőköltség, ennyit kapunk érte, és hogyha bugokat is javítunk, ennyi pluszban jön, tehát ennyi az végeredmény, amit kapunk majd érte. De ezt még nem jól csináltam, mert most pont vége lesz a hónapnak, úgyhogy majd, hogyha letelik a következő hónap, akkor nekiállunk majd márciusban. Látjátok, mennyi az idő? És már át is ugrottunk a következő napra.
Jön a dolgozónk mindjárt, és akkor elkezdjük ezt. Itt el tudjátok fogadni a munkát, és itt meg is jelent. Ide hozzá kell adni, hogy melyik team csinálja. Itt egy csík, na igen. Akkor elérkeztünk ehhez a részhez is. Ugye ezt be is zárhatom. Itt ezek a dolgok, amik ki vannak pipálva, hogy kik dolgozzanak rajta. Hát most egyelőre egy emberünk van, mindent ő csinál. Itt a programnak a neve, típusa, ilyesmi. Itt lehet ilyen mini játékot kezdeni, de most nem érdekes. Itt, hogy hogy áll a folyamat. Itt lehet prioritást, hogy mennyi ember dolgozzon, illetve melyik legyen az elsődleges munka most. Ja igen, kapunk előleget, ja, azt is felejtettem. Jó, és akkor elkezd dolgozni az emberünk, akkor látjátok, hát most egyes sebességgel hagytam, ott megy a százalék is, és itt vagy a csík is, nagyon minimálisan látjuk. Itt alul mutatja, hogy melyik csapat, hát most így pont nem tudok rámenni, itt, hogy melyik csapat csinálja, itt lehet hozzárakni, elvenni embereket, hogyha van esetleg, itt lehet mindjárt kiadni, itt pedig törölni a projektet, és a prioritást itt lehet állítani, és gyorsabban dolgoznak az emberek, de most felrakom ezt 10-re, és itt van, mennyi idő van még vissza. Na de viszont akkor gyorsítsuk fel az időt, és meglátjátok, így halad a munka. Elvileg, egy pillanat, elvileg, igen, látjátok, a kódolás audióban már is ideig felment, úgyhogy kicsivel gyorsabban dolgozunk, de viszont a generál skillt kell majd növelnünk. Na de mindegy, indítsuk el az új időt. Ennek a mai nap folyamán meg kéne lennie. Eddig a csikikkel elmenjen, ez a horribille. Itt nem is mutatja, hol van. Megvan a 100%, akkor kiadhatjuk, illetve jó, hát letelt a nap. Alfa stádiumban van a játék. Itt megjelent egy új, a szerver. Ha van szerverünk, hozzáadhatjuk, és gyorsabban folyik a munka, de elvileg automatikusan hozzáadja. És amint megvan a 100%, akkor promotálhatjuk a játékot. Így. És itt meg a bugjavítás, ami az előbb volt. Visszaállítjuk az időt. Látjátok, 6 bugot fixáltunk. Elvileg, tehát kapjuk azt a plusz pénzt, amit a játék az elején írt. És akkor kiadjuk. És megkaptuk a 8900 pénzünket. Nem erről volt szó, de mindegy. Most már van 23 000-ünk. Jó, kezdetnek nem rossz. Akkor viszont nézzünk még egy ilyen munkát. Az a lényeg, hogy itt már van, itt már kell. Ugye itt vannak a minősítések. A bad, a horribile a legrosszabb, a bad a közel, utána lévő a mediokre, azaz utána lévő, akkor van good meg great, azt hiszem. Hát szerintem elválunk egy ilyen game assetet. Ugyanúgy ki kell választanunk, ki legyen a csapatban, mert most két csapatunk van, és indítsuk el a munkát, itt is egy hónap van rá, és itt is felrakjuk maxra a prioritást, tehát max erővel dolgozzon az emberünk, de hát ez se lesz olyan nagyon nagy dolog, bár itt már azért kicsit komolyabb a már 2D-s tudás is kell, bár mondjuk az is megvan, de mindjárt így, és itt vagyunk már. Letelik a március, és legalább lesz egy kis pénzünk. És utána elkezdünk valami saját projektet, és az lesz a videó vége, remélhetőleg, hogy egy kicsit fölmegy a büdzsénk. Meglátjuk, remélem a mai nap folyamán még ezt ki tudjuk adni. Ez az, 100%, 8 buk, ez az. Meg is vagyunk. Na, 31 ezres keretünk van. Akkor megállítottam az időt, illetve egyesre lelassítottam. Akkor elkezdek én szokás szerint egy vizuál túlt. Original IP-nk nincs, ugye ezt nem tudjuk kiválasztani. Hozzáadjuk a QNA-t, illetve előbb megnézzük, melyik a legjobb operációs rendszer jelenleg a piacon. Konzolra van? Hát, nekünk nem konzolra kéne. Optics 3, jelenleg ez, ami PC-re a legjobb, konzolra most nem gyártunk. Kiválasztjuk ezt az operációs rendszert, megnézzük, hogy a piacon jelenleg Visual Tool-okból milyen árban vannak a legdrágábbak,
46, 40, hát akkor egy 30-as árat beállítunk, bízunk magunkba, hogy legyen egy, hát legyen 28. Így. Szerverünk nincs, nem is kell, és itt van, egy éven belül kész leszünk vele elvileg. Két ember kéne hozzá, de majd szóval. Hát a kutatás az 5000, majdnem 6000-be kerül. Nem tudom, nem, az nem van, itt a pénz. Ha licenszeljük az oprendszert, ezért kell nekünk fizetni 4000-et, ahogy elkezdjük. Na de mindegy, kezdjük is el mindjárt 8 óra. Jaj, nem adtunk nevet, választunk random valamit, Vector Studio. És kezdjük el kiadni, le is vonta nevünk azt a közel 4000 forintot. Megkérdezi még az elején a játék, hogy szeretnénk-e elkezdeni marketingelni, de még nincs marketingerünk, ezért nem fogjuk elkezdeni. És szerintem prioritást felrakjuk maxra, és az időt is felgyorsítjuk, és elkezdjük egyedül gyártani ezt a vizuális dolgot. Ugye ez kicsit unalmas, megnézzük akkor közben, mik ezek a minigémek. Ugye itt van, click to start, connect the box, grow show 0. Na jó van, szóval jönnek ilyen kockák, és akkor ezeket úgy kell összekötni, hogy nullára jöjjenek ki. És itt van az életünk. Hát nem tudom, szerintem ez így nem fog kijönni. Sehogy se. Így, egy-egy. Nincs több? Miért nincs? Egy-egy. Összeérte. Egy-egy. Kettő-kettő. Kettő-egy. Egy-nulla. Egy-egy. 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 Kettő-kettő. Egy-egy. Miért nem jó? Na mindegy, ennyi volt. Közben alig haladtunk valamit, de legalább jól szórakoztunk. Ja nem. Na jó, megint megállt az idő. Úgyhogy akkor kérek egy takarítást. És látjátok, itt van. Mettől meddig takarítson az illető? 8-tól délig. 8-tól éjfélig, ja. Oké. Na, indítsuk el. Következő nap jönni fog a takarító elvileg 8-tól. Délig. Éjfélig, bocsánat. És mi folyamatosan nyomjuk a dolgokat. Itt is lehet, megjelent ugye ez a market, itt is el lehet kezdeni marketingelni. De ez még egyelőre nem lényeges, mert nincs még külön marketing részlegünk. És mindjárt 8 óra, látjátok, most megy az idő tovább, megjött a takarító, összetakarít, elmegy, ennyi. Hát, már lassan a 80-as évek közepén járunk. Szó szerint a 80 közepén járunk. Május lesz lassan. Egy hét. Mégis így azért állítottam be így a 4-esre, mert ugye egy hónap 4 hétből áll, és akkor egy nap végül is egy hét felel meg. Na hát lassan, de biztosan haladunk. Kicsi képzés nem ártott volna még az emberünknek, de nézzük hát, ha így képzi magát egy kicsit. Igen, a base skill, a design az megy fölfelé. Igen, mert most dizájnolunk, úgyhogy szerintem ezt most egy kicsit leállítjuk, és elküldjük design, system design tanfolyamra, utána pedig 2D-s audio tanfolyamra is elküldjük. Meglátjuk, hogy mikor lehet legközelebb. 2D. Ez a nap lemegy. Hát tudom, egy kicsit most lemegy a költség is. De semmi baj. Majd folyamatban lesz. Akkor most elvileg megvan már a... Igen, a system, a 2D is. Úgyhogy elmegyünk még egy audióra. És meglátjuk. Utána még egy systemre is elmehetünk. Akkor végülis egy nap. Nem is egy hónap, egy napnak felel meg. Úgyhogy ezen még nem fixáltak annyit. És lehet, hogy gyorsan el kell végeznünk még, hogy el kell fogadnunk egy ilyen construct munkát. Na nézzük. Jó, akkor még egy utolsó system, edukáció. Hát jó, van egyelőre nem olyan vészes. És utána folytatjuk tovább a munkát. Következő nap már végül is mehet is, majd lehet, hogy már most is. Hát most is, de bár lehet, hogy most így nem végezte a tanfolyamot. De elvégezte, jó. És nézzük.
kék. Ugye itt látjátok a színeket, itt van fölül. A kék az a design rész, a zöld itt fölül a csík, akkor a programozási rész megy, ha piros itt fölül, akkor pedig az art. Na jó, hát kicsivel gyorsabb lett a munka. Ugye ha akarjuk, akár most is kiadhatjuk a cuccunkat, de akkor itt a minősítése nem lesz olyan jó, meg nem is biztos, hogy annyi pénzt fogunk vele kaszálni, hogy nem érdemes az előtt kiadni, mielőtt teljesen kész nincs. Igaz, hogy ez az elején még lassan fog menni, de ahogy képeződik az emberünk, hát képződik is, képezzük, meg saját magát is képzi. Úgyni. Úgy egyre gyorsabban fog menni, meg a jó, most már átmentünk a jó fázisba. Szóval meg, hogy ahány minél több emberünk lesz, annál hatékonyabb lesz a munka, és arra is figyeljünk tényleg, hogy ha veszünk fel embert, például itt is programozóból, itt most nem lehet, de programozóból is háromféle kell, designerből is háromféle kell, artistból is abból csak kettőféle, ugye marketingből meg nincs is külön. Most nem fogunk marketingelni, most megpróbáljuk így sunyiba úgymond kiadni, hír nélkül, kis stúdió vagyunk még, vagy hát nem karásban vagyunk végül is, de nagyon kis stúdiót vettünk magunknak, mennyi volt, 5000 körül volt az értéke, sőt, meg is tudjuk nézni. Ja. Az egész stúdiónk 4000 dollárba került, úgyhogy nem valami nagy költségű. Ugye ez az első fázis, ez a designing. Elvileg, ha jól tudom, utána, hogyha ezt developoljuk, hogyha ezt ki akarjuk adni, akkor jön az alfa stádium, ahol a programozás és lesz a fő programozásé. És, már november van, beköszöntött a tél, látjuk, elkezdett hullani a hó, itt mellettünk pedig rengeteg nagyobb iroda van, úgyhogy mi egy kicsit itt össze vagyunk zsugorodva, ekkor az egész, és ezeket meg lehet venni mindent, nem is néztem még igazán körül. Hát igen, mi egy nagyon kis stúdió vagyunk még, ha valakinek olyan parkolója is van. Hát igen, azért fektettek itt hangsúlyt a dizájnra egy kicsit, annyira nem egetverően szép a játék, de nem is az a lényege ezeknek a játékoknak, és mindjárt ki tudjuk adni a játékot, ami azt mondja, jó, meg is van. Ugye ezt mondja maga után, hogy jön a következő fázis, az alfa tesztelés, ez már zöld, amit meg tudjátok nézni, itt már a programozásé a szerep. Na most, ugye közben mi el tudjuk küldeni szerintem az emberünket egy system programozásra, ez mellett, hogy dolgozik, szerintem ő ugyanúgy tud tanulni is, és a generálnak kéne mondjuk növekedni először. Itt akkor, látjátok, azért nőtt itt is. De ahogy csináljuk a dolgokat, folyamatosan nőnek a skill-ek. Úgyhogy most elküldtem egy, nem is tudom mire, systemre, aha, vissza is jött. És most elküldöm még egy 2D tanfolyamra. Program 2D, és akkor végén hát audióra még nem is biztos, hogy kell, mert akkor kimaxolja. Na most már átlépett a bad stádiumba. Hát elkezdhetnénk marketingelni, de nem fogok. Ó, ma 21 évesek lettünk. Most? Ja. Na jó, van mindegy, megy szépen lassan. Meg lett az is. Na jó, elküldöm még egy utolsóra. Legyen meg az audio. És akkor az audio ki is lesz maxolva. És elvileg akkor az a base skill is följebb megy, de majd kiderül mindjárt. Kérdezzük az audióval, mekkorát fog ugrani. Ó, maxra felugrott, király. Jó, hát akkor egyelőre ennyi a képzésből elég. Úgyhogy ezt egy picit le is állítjuk, és nézzünk valami kontrakt munkát. Jó lesz ez nekünk, hamar ki fogunk tudni adni. Induljunk meg, látjátok most már mennyivel gyorsabban. Mennyivel gyorsabban megy az egész. Hát végül is, ha még lemegy a nulla hónap, még most átmegyünk áprilisba, az se baj, mert hogyha az április végéig kell kész legyen, szóval ez a hónap plusz még egy hónap. Hogyha úgy érdemes elkezdeni ezeket, még most nem is néztem. Oké? Okay. Hát nem biztos, hogy jó lett, mert nem lett meg az egész, mindegy. Majdnem meg lett, meglátjuk, reméljük belefér. Szóval, hogyha
Azért úgy érdemes, hogy elkezdődik a hónap. Hát remélem azért kapunk érte, most van 10 000. Bízok benne, hogy megkapjuk érte a pénzt. Aha, nem is lett jó. Jó, már megkaptuk a 9 000-et, úgyhogy mehetünk tovább ezzel a projekttel. 19 000 van még, az bőven elég. Na, akkor hívjunk egy takarítót, mert már megint itt nagyon kosz. És akkor mehet tovább ez. Vagy még egy kontaktmunkát. Hát ez 2 hónap van rá. Ó, ehhez viszont jónak kell lenni, úgyhogy ezt inkább hagyjuk. Akkor legyen ez, horrible kell. Oké. Okay. És akkor mehet ez, core team. Ez pedig addig függőbe. Ez hamar megvan. Ennek horrible is kell legyen. Így. Legyen azért pénzünk. A mai nap mégis lesz. Pont. Így. Igen, gondoltam, hogy a vége az nem fér bele, de meg is van. Oké, mehet tovább a másik. Így már van 28 000-ünk, így biztos, hogy nem fogunk kifutni. Igaz, hogy kellett több mint egy év, mire ki tudtuk adni ezt a játékot, mert azt mondjuk nem tudom, mikor kezdtem. De nem mutatja már itt sajnos. Itt nem is lehet. De igen, erre még nem tértem ki. Akármire így ráklikkeltek, jobb klikkel van egy csomó lehetőségetek. Ez például az, várjunk. Ja igen, itt lehet, hogy kik használhatják. Jó. Első az, hogyha van, csinálunk ide mellé még egy ilyen, kihúzok még egy ilyen falat, mondjuk most nem fogok. Csak mutatom, hogy így kihúzok egy, még egy ilyen falat. Akkor azzal, az ikonnal egybe lehet nyitni a másikkal, a kettővel, csak annyi, hogy le kell nyomni a shiftet, és úgy a klikket a mind a két szobára, és akkor fogja egyben nyitni őket. Ugye itt megláttuk ez törölni az egész szobát. Itt lehet választani egy adott stílust, hogyha van egy másik szobánk, ugyanúgy be tudjuk. Itt, ugye, amit mutattam, hogy ki használhatja ezt a szobát, ez kiválasztja az adott stílust, amit itt kiválasztottunk elvileg. Itt ki lehet választani egy bizonyos bútor stílust. Itt valamit building, nem tudom mit lehet kiválasztani. Ki lehet választani, hogy ennek az embernek a szobája legyen. Itt, hogyha itt rákattintunk az emberünkre, shiftet nyomunk, és rákattintunk a számítógépre, és úgy nyomunk egy bal klikket, és rámegyünk itt az employer-re, akkor hozzá lehet rendelni ezt az embert, ez a számítógép is rámentek, itt írja, hogy ő az emberünk számítógépe, illetve ez az emberünké. Itt lehet lehet emeletet választani. Ja igen, Q-val és az E-vel. Q-val mentek lefelé, E-vel fölfelé az emeletekben. Itt lehet választani kinézetet az épületnek. A belső, a külső, a belső, és a tető, vagy a padló. Így jó. Itt lehet szint választani neki, külsőt. Így. Ugye a belsőt. Milyen legyen. Mindjárt kész, úgyhogy figyeljünk oda. Na. És amint kész lesz, promotáljuk. Kész is, emberünk már itt nagyon lazsán. Mindjárt kész vagyunk az első projektünkkel, ami reméljük, hogy elég nagy siker lesz. És ez a videó addig is fog tartani. Szóval akkor folytassuk a szint, legyen ilyen. Ez akkor ilyesmi. Ez meg akkor ilyen belső. Jó, mindegy. Ilyen marad egyenlőre, mert ki kell adnunk a játékot, és ismét, ahogy elindult, ahogy befejeztük a játékot, lehet ismét marketingelni, úgyhogy ki is választjuk ezt. Itt lehet beállítani a büdzsét, ez a maximum. Igen, itt lehet visszavenni, ha akarunk, de hát érdemes maxon, hol váltunk, vagy hol szeretnénk hirdetni. Internet oldalakon, azt hiszem már volt internet ilyenkor.
Bár nem biztos, 80-as években, hát talán ritkán, rádióba, újságba, tévébe, mindenhol érdemes, melyik csapat, hát mondjuk most csak egy van, és itt a bűvészt költsége, de hát megéri nekünk, így van, és ez pedig valami jegy, jegyeket árulunk, és ilyen indul a project. Megnézzük, mit írt. Jó, új basket szimulátor. Hát valamit kiadtunk, egy új grafikus motor. És ennyi. Na akkor indítsuk el az időt, és nézzük. Várjuk a következő napot, amikor is kiderül, mennyit hozott nekünk ez az engine, illetve ez a... Egyelőre még mínuszban vagyunk, úgymond, de meglátjuk, mennyit hozott nekünk ez a project, ez a Vector Studio project. És úgy látom, még semmit szinte, mert eddig 4 aktív userünk van, és még eléggé mínuszban vagyunk, de jegyünk az... Jegyeket azt vásárol, vagy veszik hozzá. Úgy látom, ez nem lett valami jó. Hát igen. Kell egy embert felvenni supportra. Meg is teszünk most gyorsan. Csak azért, hogy kifussunk itt a időből. Így. Nem is tudom, ha pont ez jó supportnak, és felveszünk egy marketeert max skill-lel. Itt általában, na ugye emberfelvétel, itt vannak a nevek, itt vannak az korok, itt vannak a skill-ek, és itt van az akció, hogy felvesszük-e. Ugye, itt akkor már kiválaszthatjuk, melyik csapatba vesszük fel. Itt mindig az elején ezt ki kell választani. Most őt felveszük a marketing csapatba. És én általában kor alapján szoktam választani, de azért nézem a skillt is. És az a lényeg, itt vannak ugye az erősségei. És itt kell a kompatibilitásukat nézni. Ugye most még itt nincs egy emberünk se, de mondjuk így, mint legalább látni. Az a lényeg, hogy vagy normál, vagy good legyen. És azért figyeljétek a tulajdonságait is, hogy azért elég jó legyen. Hát szerintem ő jó lesz nekünk, átrakjuk a marketing csapatba és felvesszük. Limit? Jó van. Oké, többet nem is tudunk felvenni egyelőre. Üdvözlünk a csapatban, és így beállítjuk, hogy mind a két emberünk nyomja az ipart, és várjuk továbbra is a sikert. Ha nem lesz sikerünk, akkor pedig majd alkotunk valamit. Na nézzük, következő nap. Nem tudom, beállítottam-e azt. Igen, be. Úgyhogy üdvözlünk a csapatban. Nem? Miért nem? Állj. Miért nem jön? Miért nem dolgozik ő? Ez érdekes. Átmozgatjuk a bútort ide. Átmozgatjuk az asztalt, így. És akkor most esetleg valamit nagyon némkós, lehet kicsi a hely talán. Na mindegy, most egyelőre akkor ő nem dolgozik. Akkor megvárjuk a következő napot. De úgy látom, még mindig nem. Nem akar még mindig dolgozni. És még mindig mínusz vagyunk, bár már csak 5000-re. És egy ember vakációra ment. De jó, épp hogy megjött, és már vakációra is ment. Igen, közben csinálunk azért egy ilyen kontaktmunkát, hogy jöjjön vissza egy kis pénzünk. Most gyerekek, kicsit hosszúra sikerült ez a
videó, de sajnos ez ilyen. Na jó, ezt gyorsan megcsináljuk. Ezt addig leállítjuk. Ezt is. Na, most már azért kicsit pluszba voltunk. Akkor menjen az a folyamat, és elvileg vissza is jön a dolgozónk. Bár ő akkor mehet a marketinggel. Elvileg most már kell dolgozzon. Legalábbis nagyon bízok benne, hogy jön. Nem jön. Áj, nagyon nem lesz ez így jó. Na de viszont ezt kiadhatjuk. Gyorsan megcsináljuk azt is. Látjátok, a nulladik hónapban vagyunk, de hát ezt a hónapot végig dolgozhatjuk még vele. És egyelőre várunk. Még mindig csak várunk, meglátjuk, hogy mit alkotunk vele. Bízok benne, hogy most már jön a kedves munkatársunk, de akkor úgy látszik, hogy a következő hónapban fog jönni. Pedig augusztust írt, de hát most akkor nincs is több emberünk, de ott van. Vakáció júliusban, de már augusztus van. Letelt a vakáció, vagy promotáljuk. És kiadjuk, jó. Akkor ismét vissza. És folytasd tovább a munkát. Hát nem valami nagyon jön a pénz. Mínusz 8004 aktív. Ez most valahogy nem sikerült olyan jól. Nem valami túlképzett az emberünk. Pedig aztán majdnem minden skill fel van húzva. Na. Akkor megpróbáljuk azt. Ja, hát... Oké. Ezért nem jött. Akkor gyerünk. Így most már dolgoznak ketten. Adják el a jegyeket. És marketingelnek is. És 7 fanunk van eddig, nem valami jó, de meglátjuk, hát egy kicsit most már beindul a dolog. Rakunk rá még egy kis kakaót mind a kettőre, adják csak a jegyeket. 26 ezrünk van, hát nem jó, nem jött be. Na jó van gyerekek, ez most nem jött be, de egyelőre nem is akarok hosszabbat, még így elég hosszúra sikerült. Úgyhogy szerintem legközelebb innen folytatjuk, és megpróbálunk egy olyan projektet. Most mi van? Ez most miért alszik? Jaj, nem raktunk be nekik cuccost, de kellenek, illetve vannak nekik szükségleteik. És ezt innen ki is veszem most, nem kell. Ide csinálok egy ilyen kis termet. Így, ablakos nem kell. Ez a végére megcsinálom. Egy ajtó kell rá. Nem út kell, hanem szükséglet. Egy WC. Kell be egy lámpa. Így. Oda pedig a sarokba egy hűtő. Így. És ez a mini iroda. És akkor dolgozzatok, remélem most már dolgoznak, így van. Hát elég jól lement a pénzünk. És már mínusz 11 000 van, mert csak egy aktív userünk van. Hát sajnos ez nem úgy jött össze, hogy szerettem volna. Úgyhogy most már tényleg ennyi lesz ez a videó. Legközelebb innen fogunk folytatni. Igen. Folyamatosan mínuszban vagyunk. Úgyhogy ezt skippeljük is, és akkor dolgozzanak azon. Hát a jegyekből talán visszajön valamennyi pénz, bár nem hiszem. És akkor most tényleg elköszönök. Ez volt a Software INC első része, és innen fogjuk folytatni. Sziasztok!